Szép estét kívánok! Üdvözlök mindenkit az előadásomon, Papp Viktória vagyok, földtudományi kutató. A rendelkezésemre álló időben szeretnék önöknek egy ismeretterjesztő előadást tartani a vulkánokról. Mindenki dőljön szépen hátra, és élvezze a gyönyörű hegyek által nyújtott szépségeket. Amikor valaki azt mondja nekünk, hogy vulkán, nagyon sok minden eszünkbe juthat. A vörösen izzó láva kitörések és folyások, a magányosan pöfögő hegyek, a nagy sebességgel száguldó, mindent felperzselő árak, és természetesen a vakmerő vulkanológusok, akik nagyon kedvelik ezeket a környezeteket. Na de nézzük, mit is nevezünk vulkánnak? Ha megkérdezzük a gyerekeket, bizonyára lávát pöfékelő hegyeket képzelnek el. De sokszor csak égbe szökő hegyeket találunk, mint például a Tenerifei Teidét. Vagy tekintsünk csak egy izlandi lapos úgynevezett pajzsvulkánt, a Skjaldbreidurt, ki mondaná meg róla messziről, hogy egy vulkán? De vannak olyan tűzhányok, amelyek gyönyörű láva kilövelléseikkel mutatkoznak be nekünk. Végezetül ne feledkezzünk meg az Etna égigérő hamufelhőiről sem. Ebből is látszik, hogy a vulkánok rendkívül sokszínűek, alattomosak, de szemet gyönyörködtetően szépek. No de nézzük, mit mondanak nekünk a szakértők, mit nevezünk vulkánnak? Ahogy a dián is láthatjuk, olyan felszíni képződmények összességéről van szó, amelyeket a föld mélyéből származó izzó kőzetolvadék felszínre jutása táplál. A definíció szerint a képződménybe beletartozik maga a hegy is, ahol a kitörések végbe mentek. Egyszerűen szólva, olyan hely a földön, ahol a magma a felszínre törhet. A következőkben a vulkánok felépítését szeretném bemutatni. A tűzhányok többek között arról híresek, hogy forró kőzetolvadékot, úgynevezett lávát bocsájtanak ki. Ezt az anyagot a magmakamrából nyerik. A nagy nyomás hatására elindul a magmatikus anyag a vulkán kürtőjén keresztül a kráteren át, majd a felszínre jutva láva folyam vagy robbanás formájában távozik. A földtörténeti idők során megszilárdult lávafolyások mind-mind építik a tűzhányot, például kúpos formát alkotva. A vulkánból forró gázok, gőzök is távozhatnak, amelyek kitörési felhőt hozhatnak létre. A legpusztítóbb kitörések során úgynevezett piroklasztikus ár is elhagyhatja a vulkánokat, amely több száz Celsius fokos, akár több száz kilométer per óra sebességgel száguldó izzó törmelékár. Mint minden területen, a vulkanológiában is megkönnyíti a tudósok munkáját az, ha az azonos tulajdonságú jelenségeket egy csoportba sorolják. Emiatt érdemes a különböző vulkáni kitörési típusokat kategorizálni. Öt fő típust fogok megemlíteni, így beszélni fogok a Hawaii típusú, a Stromboli típusú, a Surtsey típusú, a Vulkanói típusú és a Pliniusi típusú kitörési fajtákról. A kategorizálás maga George Patrick Leonard Walker nevéhez fűződik, aki megpróbálta az osztályozást mennyiségi értékekhez kötni. A Hawaii típusú kitörések jellegzetes formái a lávaszökőkutak, lávatavak és kiterjedt lávafolyások. Ez a vulkáni működés jár a legkisebb robbanásokkal. A Stromboli típusú robbanásos kitörések ritmikusan néhány perc vagy néhány 10 perc időközönként követik egymást. Sok esetben a kitörés fülsüketítő zajjal, robajjal jár. Ez egy viszonylag gyakori kitörési típus, amelyet több vulkánnál is megtapasztalhatunk, például a Strombolinál és az Etnánál. Jellegzetes formái a lávaszökőkutak. A Surtsey típusú kitörés az izlandi Surtsey vulkáról kapta a nevét. Időszakosan ismétlődő kakastarészerű hamu kilövellés jellemzi. Fontos szerepet kap a kitörés folyamatában a felszín alatti víz. A vulkanói típusú kitörések alakulásában szintén fontos a víz. Gyakran ágyulövellésre hasonlító hanghatással jelentkeznek a kitörések, és jellemzően csak rövid ideig tartanak. Végezetül a legveszélyesebb és legizgalmasabb típus az olaszországi Vezúv 79-es kitöréséről kapta a nevét. A Híres kitörések című fejezetben erről részletesen hallhatunk majd. A Pliniusi kitörések a legerőteljesebbek, amikor is akár több száz köbkilométer anyag kerül a levegőbe. A kitörési felhő több, mint 20 km magasra emelkedhet, ami a légi közlekedést is megbéníthatja. A kitöréseknek éghajlatmódosító hatása is szokott lenni.
Miután megismerkedtünk a kitörési típusokkal, joggal merülhet fel az a kérdés, hogy mi alapján lehet meghatározni egy kitörés erősségét. Erre találták ki az úgynevezett VEI skálát, magyarul robbanásossági index. A skálát az 1980-as években dolgozták ki a vulkanológusok. A fogbeosztás részben szubjektív megfigyeléseken, részben számításokon alapul. A skála 9 fokozatú és a felszínre került törmelékes anyag térfogatán alapul. Hogy érzékeltessem a kitörések erejét és hatalmát, szeretném röviden elmesélni 5 kitörés történetét. A következő vulkánok fognak nekem ebben segíteni. A Vezúv, a Tambora, a Krakatau, a Nevado de Ruiz és a Pinatubo. Talán többen ismerik Pompei legendás történetét. Krisztus után 79-ben a Vezúv hegy oldalait már több száz éve sűrű növényzet fette. Talán sokan el se hitték, hogy a vulkán, amely termékeny talajt nyújt a növényeknek, egyszer váratlanul városokat dönthet romba. Bár Krisztus után 62-ben egy romboló földrengés jelezte elő a tűzhányó feléledését, mivel a lakosság hozzá volt szokva a hasonló jelenségekhez, így senki nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. A következő években megkezdődött az újjáépítés, a város virágzása, amikor váratlanul 79-ben, kora délután 20 km magasra robbant ki a vulkáni hamu. A kitörés másfél napig tartott, melynek történéseiről ifjabb Plinius leveleiben lehet olvasni. Augusztus 24-én déltájban rendkívül nagy és különös fajta felhő tűnt fel. A felhő alakja leginkább egy lombos fenyőhöz hasonlított. Sokak azt gondolhatják, hogy a láva okozza a legnagyobb pusztítást egy vulkánkitörés során, de valójában a több száz Celsius fokos piroklaszt ár az, ami a legfélelmetesebb. Éjfél körül az izzó torlóár végig söpört Pompei, Herculaneum és Stabiae városán. Semmi más nem hagyva maga után, csak pusztulást. A kitörésről az utókornak mindössze a vulkán, a kőzettörmelékek, a levelek és a megkövült áldozatok maradtak. A Tambora nevű vulkán az indonéziai Sumbawa szigetén található. A kutatások szerint a vulkánnak ez volt az első nagy Pliniuszi kitörése. A katasztrófát ismét nem sejtette senki, hiszen a vulkán közel 5000 éve nem mutatott semmi aktivitást. De 1812-ben a tűzhányó ébredezni kezdett, amit földrengések és enyhébb kitörések jeleztek. Míg nem váratlanul, 1815. április 5-én az addigi csendes pöfögést erőteljes robbanásos kitörés váltotta fel. A sűrű hamufelhő 25 km magasba emelkedett, és a robbanás hangját még 1300 km-es távolságban is hallani lehetett. 5 nappal később a hamu már 40 km-es magasságba jutott fel, és a hamuoszlop 3 óra után összeomlott. Piroklasztár zúdult a mély völgyekbe, majd szétterjedt az egész parti síkságon. 3 napig sötétség telepedett a környékre, szökőárak pusztítottak. A korábban gazdagon termő rizsföldek mind elenyésztek, és hatalmas éhínség következett be. Az éhínség közel 100 000 áldozatot követelt. Indonéziában számos aktív vulkán található, de csak kevesek tettek szert olyan hírnévre, mint a Rakata szigetén található Krakatau. Az 1883-as pusztító kitörést éveken át tartó földrengések előzték meg, de a vulkáni aktivitásról csak 1883. május 20-án tett említést egy hajó legénysége. A hajós kapitány 11 km magasra emelkedő hamuoszlopot írt le. A kitörés hangját a 160 km-re lévő Batáviában is hallották. A vulkánkitörés egy hétig tartott, majd abba maradt. Akkor biztosan sokan azt gondolták, hogy a vulkán elfáradt és nyugovóra tért. Azonban július 20-án újra működésbe lépett, majd a kitörés augusztus 26-án ért el a csúcspontját. Ekkor a vulkáni hamuoszlop 25 km-re növekedett, estére pedig 35 km-re. Másnap reggel, augusztus 27-én egy robbanásos kitörés formájában bekövetkezett a vég.
A környéket 4 fülsüketítő robbanás rázta meg, az utolsó robbanás során pedig 40 kilométeres magasság fölé emelkedett a hamuoszlop. Egy órán belül a sziget robbant még egyet, és Rakata szigete szó szerint eltűnt. A robbanás olyan hatalmas hangot gerjesztett, hogy azóta is ezt tartják az eddig feljegyzett legnagyobb hanghatásnak a Földön. A robbanás magát még 4500 km távolságban is lehetett hallani. Mindegyik kitöréshez a hanghatáson és a robbanáson kívül pusztító szökőár is kapcsolódott, amelyek több méter magas hullámokat küldtek a környező szigetek partvidékére. Végezetül a vulkáni kitörésnek és a kapcsolódó szökőárnak együttesen 40 ezer áldozata volt. A Nevado del Ruiz példáján szeretném mindenkinek megmutatni, hogy sokszor nem maga a vulkán kitörése okozza a legnagyobb pusztítást, hanem az, ha nem hallgat a lakosság a vulkanológusokra. Kolumbia középső részén nyugalomban éltek az emberek. Tették mindennapi dolgukat, és nem is sejtették, hogy a hegy, amit minden nap látnak maguk előtt, hamarosan ki fog törni. A tudósok azonban már észrevették a jeleket, hogy az élet itt már nem biztonságos. Próbálták meggyőzni újságírók segítségével a kormányt, hogy a vulkán ki fog törni, de a kormány nem hallgatott rájuk. A katasztrófa azonban 1985. november 13-án bekövetkezett, és a vulkán 15 óra 6 perckor heves robbanással kitört. Bár délután 17 órakor piroklaszt anyagokat és hamut lövelt ki a vulkán Armero városára, a polgármester és a helyi pap nyugalomra intette a lakosságot. Két órával később a Vöröskereszt megkezdte a város kiürítését, de amikor a hamueső megszűnt, félbehagyták az evakuálást. Este 21 óra 8 perckor, amikor mindenki megnyugodott, hogy vége a kitörésnek, hatalmas láva tört elő a vulkánból, ami elolvasztotta a jeget a csúcson. A piroklasztikus anyag összekeveredett a hóval, létrehozva az úgynevezett lahart, amely több völgyet áttörve folyt le a hegyről. Ezek a folyások több mint 50 km per óra sebességgel száguldottak, és hatalmas pusztítást okoztak több városban is. A kitörés a legtöbb ember életet Armeróban követelte, nevezetesen 21 ezret. Az első ábrán a vulkán 1985-ös kitörését lehet megtekinteni, a második ábrán pedig a pusztítást, amit Armero városára mért. A Pinatubo vulkán Luzon szigetén található 87 kilométerre a Fülöp-szigeteki fővárostól Manilától. A környezetében több százezer ember telepedett le. A vulkánnak 3-4 ezer évente voltak Veiskálán hatos erősségű kitörései, de mivel a legutóbbi 1450-ben következett be, így már senki nem emlékezett arra, hogy milyen veszélyes is lehet a Pinatubo. 1990-ben hatalmas földrengés pattant ki a vulkántól körülbelül 100 kilométerre, ami felerősítette a hegy körüli gázkiáramlásokat. A földrengések folytatódtak 1991. március 15-én, és két hétig tartottak. Míg nem, 1991. április 2-án több mint 500 évnyi szunnyadás után kitört a tűzhányó. A robbanásos kitörések június 7-én következtek be, eddig volt idejük a kutatóknak kitervelni a megfelelő védekezési stratégiát. A szakemberek rögtön műszereket helyeztek el a hegyen és felállítottak egy vulkáni veszély előrejelző csapatot. A társaság rohamos léptekben térképezte fel a tűzhányót és vette fel a vulkanológiai történetét. Néhány hét alatt vulkáni veszély térképet készítettek, amelynek adatai szinte 100%-ig igazolták a későbbi kitörés lefolyását. Hogy érzékeltessem, hogy mit akar egy vulkáni veszélytérkép, megmutatnék egy ilyet, amit a Merapi vulkáról készítettek. Három zónát lehet elkülöníteni, az alapján, hogy mennyire veszélyes ott tartózkodni. A sárga zónában lennénk tehát a legnagyobb veszélyben. A Pinatubo vulkán lakóit, tanulván a Nevado del Ruiz esetéből, aktívan próbálták meggyőzni arról a Kraft házas pár által készített videókkal, hogy meneküljenek már el. A mentő akció oly sikeres volt, hogy a kitörés mindössze 800 ember életét követelte, de több mint 300 ezer lakót sikerült kimenekíteni.
A kitörés nem maradt nyomtalanul. A légkörbe került nagy mennyiségű kén-dioxid globálisan 0,5 Celsius fokkal csökkentette az átlag hőmérsékletet. A következőkben négy híres vulkanológust szeretnék megemlíteni. Elsők között Katja és Maurice Kraftról szeretnék beszélni, a híres francia vulkanológus házaspárról. Arra tették fel az életüket, hogy a lehető legtöbb szép fotót, videót készítsék a vulkánokról, a lehető legjobban megismerjék őket, és sosem riadtak vissza a meleg helyzetektől. Sajnos 1991-ben véget vetett tevékenységüknek a japán Unzen vulkán kitörése, ahol életüket vesztették a vulkánból kiáramló piroklasztár miatt. De nem kell egészen Franciaországig utazni, hogy igazi vulkanológusokkal találkozzunk. Elég csak elrepülni Budapestre, az ELTE kőzetten geokémiai tanszékére, ahol találkozhatunk Harangi Szabolcsal. Nekem volt szerencsém közel 6 évvel ezelőtt a tanár úrtól tanulni a tűzhányokról a vulkanizmus nevű tárgy keretében. Tanár úr egy fantasztikus könyvvel is megörvendeztette a vulkánok szerelmeseit, melynek címe Vulkánok, a Kárpát-Pannon térség tűzhányói. De a természetföldrajzi tanszéknek is megvan a saját vulkanológusa, nevezetesen Karácsony Dávid, aki szintén rendkívül színvonalas műveket hagyott az utókornak, melyek a vulkanológia, illetve a Börzsönytől a Hargitáig címet viselik. A Vörösmarty Mihály Könyvtár rengeteg izgalmas ismeretterjesztő könyvet tud nyújtani olvasóinak a vulkánokról. A legkisebbeknek Maurice Kraft könyvét ajánlanám, mely a ma is élő hegyek a vulkánok nevet viseli. Ez egy rövid, kicsi könyvecske, ami szép képekkel illusztrálja a gyermekek számára a vulkánok szépségét és hatalmát. Ki gondolta volna, hogy a Föld egy hátborzongatóan veszélyes hely? Vigyázz, hova lépsz! Mielőtt azonban elköltöznél egy másik bolygóra, ismerd meg a veszélyeket. Ezt üzeni a Veszedelmes Vulkánok című könyv. A Mimi Csoda könyv sorozat nem is lenne teljes, ha nem lenne egy kötete, nevezetesen a 76. ami a vulkánokról szól. A későbbi évek során a Mimi Csoda sorozat még egy kiváló könyvvel gazdagodott, melynek címe Vulkánok, tűzhányó hegyek. Végül, aki bővebben meg szeretné ismerni a vulkánok és földrengések jellemzőit, kapcsolatát, annak az egyik legjobb olvasmányára a Vulkánok és földrengések című mű. Aki mélyebb szakmai ismereteket szeretne szerezni, annak a következő három a könyvtárban is felelhető könyvet ajánlanám. Először is Peter Francis-től a Vulkánok című művet, amiben olyan az embereket ősidők óta foglalkoztató kérdésekre kapunk választ, mint például: milyen erők hatására születik meg és alszik ki egy vulkán? Hogyan formálta a Föld felszínét a vulkanizmus, illetve milyenek a vulkáni tájak? A könyvben szó van arról, hogy milyen gazdasági jelentősége környezetszennyező hatása van a vulkánoknak. Majd arról is ír, hogy mi köze van a tűzhányoknak a földrengésekhez. Akit esetleg részletesebben érdekelnek a földrengések és egyéb katasztrófák, annak meleg szívvel ajánlom a Természet ereje című előadásom. A Vulkántúrák című könyv olvasóit változatos területekre kalauzolja el, ahol megismerhetik Dél-Olaszország három vulkánosság szempontjából legaktívabb területét. Erdélyi István könyvében például olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy: mi történik a Föld mélyén, ha elszabadul a pokol? Miről mesélnek a hamuba temetett városok, Pompei és Herkulaneum? Hol volt Atlantis, és mi okozta pusztulását? Miként tükröződnek régi népek mítosz világában a vulkanikus kitörések? Mit köszönhet az emberiség a vulkánoknak? Karácsony Dávid a Börzsönytől a Hargitáig című könyvének segítségével betekintést nyerhetünk a hazai vulkáni hegységektől a Kárpátok legfiatalabb tűzhányóig. Sajnos a következő kettő könyv, amit szeretnék ajánlani, az nem található meg a Vörösmarty Mihály könyvtárban, de az ELTE könyvesboltjaiban fel lehet őket lelni.
Karácsony Dávid Vulkanológia és Harangi Szabolcs Vulkánok című könyvét a vulkanológia iránt leginkább érdeklődőknek ajánlom, amelyekben már az ismeretterjesztésen túl megismerhetik a szakma nyalánkságait. Elsősorban az ifjúság figyelmét szeretném felhívni három könyvre, melyek a következők. A bűzösen bűzlő vulkán különös esete, Tök magok a tűzhányon, illetve Út a vulkánokhoz. Ezekben az izgalmas művekben a szereplők kicsit megismerik a vulkánok felemelő, olykor veszélyes és félelmetes világát. Verne Gyula sokak számára ismerősen csenghet, főleg amikor valaki a föld középpontjára akar utazni, vagy hirtelen elhatározza magát, hogy 80 nap alatt körbeutazza a földet, vagy esetleg rejtelmes szigeteket szeretne felfedezni. Vernének van egy kevésbé ismert könyve is, de attól még fantasztikus, ami egy aranyvulkáról szól. Ha valakiben ég a vágy, hogy a könyvek segítségével megtapasztalja egy kitörés élményét, akkor ajánlom figyelmébe a Galerasz kitörése című könyvet, amelyben William Stanley beszámolója alapján beleképzelhetjük magunkat egy pusztítás kellős közepébe. Végül ne feledkezzünk meg a költészetről sem. Az Alvó vulkán és vulkánok fügefák című verses kötetben biztosan sok érdekes remek művet találhatnak a kedves olvasók. Amennyiben az olvasnivaló nem elég valakinek, melegen ajánlom a következő filmeket a vulkánok szerelmeseinek. A Szupervulkán című film egy olyan kitörés fiktív történetét tárja elénk, amelyben a főszerepet egy szupervulkán kapja. Aki mindent szeretne megtudni a szupervulkánokról, annak jó alapot fog adni a film. A Krakatau című dokumentumfilm részletesen bemutatja a vulkán 1883-as kitörésének eseményeit. A Dante Pokla kiválóan illusztrálja, hogy milyen hatalmas következményei lehetnek annak, ha vezetők nem hallgatják meg a tudósok javaslatait. Végezetül, de nem utolsó sorban egy fiktív, római korban játszódó szerelmi szálon keresztül élhetjük át a Vezúv 79-es kitörésének pusztításait. Végtelen hosszú ideig lehetne mesélni a vulkánokról, de sajnos az időbe csak ennyi fért bele. Aki mélyebben érdeklődik a téma iránt, annak ismét ajánlom a Vörös Marti Mihály könyvtár vulkánokról szóló könyveit, Harangi Szabolcs és Karácsony Dávid színvonalas, gyönyörű illusztrációkkal ellátott műveit, és természetesen a mozi élmény szerelmeseinek a korábban felsorolt négy filmet is. Szeretném végezetül megköszönni a Vörös Marti Mihály könyvtárnak, hogy ezt az előadást megtarthattam. A kedves hallgatóságnak pedig izgalmas, felfedezésekkel teli olvasást kívánok, ahogy Harangi Szabolcs mondaná.